A kiesés elől menekülő Vác ellen már a negyedik percben megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, Délcek Fejesét azonban védte a vendégek kapusa. A váciak abszolút védekezésre rendezkedtek be, és az első félidőben nem is tudták feltörni a reteszt a várdaiak, csak helyzetekig jutott Sós Imre együttese. Az 59. percben kis ilyen megszerezték a vezetést a dunapartiak, Frank azonban gólhelyzetben rosszul talált el a labdát az ötösön. Egy perccel később már vezettek a hazaiak, Cseri jobboldali szabadrugása után Costa fejelt Cirié kapujába. A 74. percben végleg eldőlt a mérkőzés, Eszlátyi baloldali beadását erős fejelte középre, Costa pedig előrevetődve ugyancsak fejjel juttatta a labdát a kapuba. Azt tudtuk, hogy a Vác egy szervezett csapat, azért több nap kalapot is sikerült nekik begyűjteni, de ezen a mérkőzésen úgy gondolom, hogy kifejezetten szervezetten védekeztek, és mindent egy lapra feltéve küzdöttek. Nagyon nehéz volt feltörni őket, erről beszéltünk a fél időben és az öltözőben, hogy valahogy fel kell törni a védekezésüket, és minél gyorsabban megpróbáltunk gólt szerezni, ami aztán úgy gondolom, hogy jött is. A váciak edzője amiatt bosszankodott, hogy bár szinte az egész meccsen fegyelmezetten védekeztek, egyéni hibák miatt vesztesen hagyták el a pályát. Arra megint nem számítottam, hogy egy-két játékoson felelőtlenül és fegyelmezetlenül játszik. Ugye ez a pontrugásokból kaptunk megint két gólt. Ugye ez most már jellemző ránk, hogy a góljainknak a 70-80%-át pontrugás után kapjuk. Hiába vannak kiosztva az emberek, egyszerűen arra képtelen, hogy vele menjen, és ezáltal állandóan sújtja a csapatot. A két gólos Costa Márk szerint alaposan meg kellett küzdeniük a három pontért. Nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen a Vác az a bennmaradásért játszott, ugye nagyon szervezettek voltak az első fél időben, sajnos akkor nem sikerült gólt rúgnunk, szerencsére a másik fél időben sikerült eldöntenünk a mérkőzést. A forduló további eredményei Csákvár-Sopron 3-3, Zalaegerszeg-Gyirmut 3-0, Soroksár-Dunaújváros 7-0, Szeged-Balmazújváros 2-1, Ajka-Mezőkövesd 0-1, Sziget-Szentmiklós-Budaörs 1-2 és Szolnok-Siófok 2-2. A tabella élén az 56 pontos Gyirmut áll megelőzve a 46 pontos Kisvárdát, valamint az egyaránt 45 pontos Zalaegerszeget és Mezőkövesdet. A Kisvárda legközelebb Balmazújvárosban lép pályára.